Luxi feleséges műsornak sokat köszönhetsz? Attól függ, hogy milyen értelemben, de mindennek van jó, meg rossz oldala. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden műsornak van negatív velejárója is, és van pozitív is. Szerintem azért ez a műsor hozott téged vissza a köztudatba leginkább. Mondjuk azt, hogy bizonyos dolgokban segített, bizonyos dolgokban sajnos hátráltatott. Tehát az üzleti dolgaimban hátráltat mai napig is. De miért vállaltad el akkor? Mert úgy gondoltam, hogy van amit adjak, tehát ehhez az egész műsorhoz, és azért kellett egy belevaló karakán nő, aki egy jó anyagi helyzettel is rendelkezik, de közben meg engem nem csak azért motivált ez a műsor, hogy most részt vegyek benne, hanem azért is, hogy hozzá tudtam tenni. Nagyon sok kapcsolati tőkét, nagyon sok olyan helyet, amit nem lehetett volna pénzzel megfizetni akár, tehát hogy fontos volt az, hogy ott legyek. Jó, de eddig a kis titkos életedben, mert hogy eddig mi számunkra, a magyar nézők számára titkos volt a tekinti életed. Gyakorlatilag nagyon komoly belátást engedtél, tehát beleláthatunk abba, hogy te milyen luxus, ultra luxus körülmények között élsz. Mert azt gondoltam, hogy nem, tehát nincs titok az életemben, amit nekem de takarlatom kellene. De miért hátráltatott téged, mint üzletasszony? Mert azt gondolom, hogy a magyar médiában, de a magyar nézők szemében is egy nagyon sarkított vélemény lett rólam. Tehát, hogy nagyon is a külcsínre alapoztak, és nagyon a felszínes dolgokra. És azt gondolom, hogy nem tudtak megismerni, mint embert. Vagy nem is adtak ennek lehetőséget. De a show business nem arról szól, hogy megismerjük mind embert. Igen, de azért mindig kikandikál, tehát azt gondolom, hogy azért van lehetőség egy kreált picit. Kreált botrányokkal, kreált vitákkal. Na azért nem éppen. Tehát, hogy pont ez volt a probléma. Nagyon sok olyan személyes konfliktus alakult ki belőle, amit nem szerettem, vagy nem akartam, hogy legyen, hiszen én abszolút nem vagyok az a típusú ember, aki konfliktusokat gerjeszt. És én szeretem jól érzni magam, szeretem, hogyha a társaságom jól érzi magát.